Fokozottan ellenőrzik a kutyasétáltatókat a Kavicsostó és Szabadidőparkban. Komoly szankciókkal lépnek fel a szabályokat be nem tartó kutyatulajdonosok ellen. A képviselőtestület szeptember 30-ai ülésén módosította a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletét, amelybe bekerült, hogy a kutyák közterületen történő póráz nélküli sétáltatása tilos. Emellett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet, valamint Mezőkövesváros önkormányzatának 16/2007 számú állattartásról szóló rendelete is szabályozza a kutyatartást és kutyasétáltatást. A kutyatulajdonosok tehát közterületen csak pórázzal sétáltathatják kedvencüket, és kötelesek gondoskodni az állati ürülék eltávolításáról. A szabályok megszegése szankciókat von maga után. Azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy a Szabadidő Parkban elszaporodtak azok a kutyatulajdonosok, úgymond, akik nem tartják be ezeket az alapvető szabályokat, és ezért fokozott ellenőrzéseket tartunk, lehetőség szerint a rendőrséget is bevontuk ebbe. Egy-két esetet tapasztaltunk, őket figyelmeztettük még első körbe, de nem jellemző, tehát tömegesen nem tapasztaltuk azt, hogy póráz nélkül szennyezik a környezetet, ezeket a problémákat. Lehet, hogy ez akkor pont, mert ugye a kutyatulajdonos is látják, hogy itt vagyunk és ellenőrzünk. Ezek általában a kora reggeli és a késő esti órákban, de napközben szúrópolba szerűen is ki szoktunk jönni, ellenőrizni. Ezeket a szabályokat nem tartják be, az a szabálysértési törvény alapján szabálysértési eljárást von maga után. Nem csak a közterületen, hanem a kutyatulajdonosok ingatlanán is ellenőrizzük a állattartás körülményeit. Elsősorban azt, hogy az oltási papírok rendben vannak-e, csippel el van-e látva a kutya. Ha szabálytalanságot tapasztalunk, akkor felszólítást követően újra visszaellenőrizzük, és a szankcionálás azután következik, ha felszólítás ellenére se tartotta be ezeket a szabályokat. A kutyasétáltatás, illetve tartás szabályainak betartását a közterületfelügyelők a rendőrséggel és a hivatalos szervekkel közösen fokozottan ellenőrzik, és szükség esetén, ha a figyelmeztetés után sem tartják be a tulajdonosok az előírásokat, akkor helyszíni bírságot szabnak ki, vagy feljelentést tesznek az illetékes hatósághoz a szabálysértés miatt.